Mai vendégünk Sári Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere, a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei Országos Program ötletgazdája, programigazgatója. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és én is nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves televízió nézőket. Az elmúlt hétvégén került sor a Legszebb Konyhakertek program díjátadó ünnepélyére, de ne szaladjunk előre ennyire. Kezdjük az elején. Milyen volt az idei évi program, mi volt a téma, hogyan alakult az idei évi verseny? Ebben az évben a környezettudatos kert volt a kiemelt témánk. Itt tulajdonképpen azt vártam a kertművelőktől, hogy a környezetüket védve, környezettudatosan műveljék a kertjüket, amiben nagyon sok paraméter bele tartozott. Gyűjtsék az esővizet, lehetőleg esővízzel öntözzenek, a tápanyag utánpótlásnál lehetőleg szerves tápanyagot használjanak, komposztáljanak, védjék a természetet azzal, hogy madárbarát, rovarbarát a kertjük, és még számos más ilyen tulajdonságot felsorolhatnék, és bizony a kertesek, örömmel jelentem, hogy így művelik a kertjüket. Nagyon sok újrahasznosított elemet találhatunk a kertben, mindent próbálnak hasznossá tenni, és nem kidobni, illetve a maguk hasznára fordítani, és egyre többen foglalkoznak már azzal is, hogy a méheknek, rovaroknak helyük legyen a kertjükbe, és aztán beköltöznek a békák, gyíkok, sünök, úgyhogy tulajdonképpen úgy mondom, hogy egy egészséges flóra alakul ki egy-egy kertben, és ez segíti azt, hogy ők természetes módon tudjanak védekezni a kártevőkkel szemben is. Ebben az évben nagy nehézség volt számunkra, hogy szintén későn indult az év, csapadékkal problémák voltak, hol sok volt, hol kevés volt. Aztán megállapodtunk a június 8-ai vagy 10-ei medárdi eső után, hogy nincs eső, és 2,5 hónapig tulajdonképpen alig-alig volt csapadék Karcagon, de ezt elmondhatja a Dunán innen eső rész, szinte az egész országot tekintve, kivéve a Dunántúlt, ahol azért többször volt eső. Ez nagyon rányomta a bélyegét az egész programra, de ennek ellenére 342 településünk volt, és 2379 kertnevezéssel zártuk az évet. Hogy ez pontosan hány kertművelőt jelent, még nem tudjuk, hiszen a mai napig is történik az adatfeltöltés, amikor kiderül, hogy egy-egy kertet hányan művelik. És nagy öröm számomra, hogy idén is nagyon sok határon túli településünk volt, pontosan 47 település mérette meg magát a Legszebb Konyhakertek helyi versenyében, és nagyon szép eredmények születtek. Én úgy gondoltam, hogy talán az országos díjra alig-alig fognak jelölni kerteket, de itt is meglepetésért, hiszen 81 település 150 kertjét nevezték országos díjra. És hát gyönyörű kerteket láttak a településeken, bár nagyon sok helyen csak egy kertszemlét tudtak megtenni, főleg ott, ahol a száj volt, illetve ott, ahol a jégkár, illetve a nagyon nagy csapadék elmosta a kertet, mert hisz erre is volt példa. Karcagon is csak egy kertszemlét tudtunk megtenni, pontosan időben, mert akkor, amikor kint voltunk a kerteket megnézni, gyönyörűek voltak a kertek. És ugye ezt követően jött az asszály, ami azért megtizedelte a termést, és bizony-bizony átírt úgymond mindent. Hogyan zajlik a kertbejárás? Ugye volt most arról szó, hogy kevesebb helyre tudtak eljutni, de mégis kicsit avassuk be a nézőket, hogy hogyan történik egy ilyen kertszemle. Hát a kertszemle úgy történik, hogy bejön a kertnevezőnek az adata, nevez a kertjével, és akkor tudjuk az elérhetőségét, és mielőtt mi mennénk kertet nézni, akkor fölhívjuk telefonon, és egyeztetünk vele egy időpontot, amikor neki is alkalmas ez a kertszemle, és akkor mi az időpontban megjelenünk, és megnézzük a kertjét, megtekintjük, beszélgetünk, hogyan műveli a kertjét, kitöltjük az értékelőlapot, amin számos kérdés vonatkozik arra, hogy ő milyen vetőmagot használ, milyen kertművelési szokásai vannak, és fotókat is készítünk a kertről, és várjuk majd a második kertszemlét, bár már én akkor jeleztem, hogy nem biztos, hogy fogunk tudni menni, hiszen akkor már a meteorológiai jelzések előre jelezték, hogy várható a nagy forróság, és úgy gondoltuk, hogy a forróság után megint, amikor megújul a kert az eső után, akkor még egyszer megnézzük a kertet, ez általában mindig így szokott történni, de ez most nem következett be sajnos, így aztán a második kertszemle, ahogy említettem, elmaradt. És a kertesek nagyon-nagyon nagy örömmel várnak bennünket a szemle előtt,
Van olyan kert, ami teljesen legerebézleg, és még egy lábnyomot sem lehet látni, amikor félve lépünk az utakra is, de tényleg nagyon-nagyon szépen és gondosan művelik a kertjüket, és bizony, hogyha előtte való nap sikerül az egyeztetés, akkor is rendben találjuk a kertet, holott akkor már ugye egy nap alatt nem tudnak mindent rendbe hozni, és mindent gyomtalanítani, mindent tüktig módra elrendezni. Tehát tulajdonképpen bármikor mehetünk a kertet megnézni, én úgy gondolom, hogy az a kert, amit neveznek, az mindig rendben van, és mindig gondosan szépen van tartva. Voltak-e olyan jelentkező települések, akik eddig még nem vettek részt a programban? Igen, mindig vannak új településeink, ebben az évben is sokan voltak, főleg kisebb települések, de nagyváros is csatlakozott hozzánk. Én úgy gondolom, hogy mindig van olyan település, amelyik most nem tudja fölvállalni a nevezést, hiszen nagyon sok pályázati munkájuk van, ami elviszi az erőt a kert program megvalósításától, de mindig vannak olyan települések, akik fölvállalják, és utána örömmel évről évre részesei és társai a programnak. Én megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és beszámolt a részletekről. Köszönöm szépen a lehetőséget, és még egyszer köszönöm minden drága kertművelőmnek a munkát, és várom a következő évi jelentkezéseket is.